Ha valahol nagyon bánták, hogy a nem várt ismert okok miatt félbe szakadt a bajnokság a hazai férfi kosárlabda élvonalban is, az egyik csapat mindenképpen a paksi ase lenne. Harmadik helyen állt Branislav Gyunis együttese éppen, és kívülről is úgy tűnt, márciusra összeállt egy akár újra a bajnoki döntőbe jutásra esélyes csapat. A sajnálkozás a sopánkodás közepette a legfontosabb feladata a vezetésnek megtartani legalább 80%-ban ezt a csapatot, a mai magyar maggal és a jó benyomást tett legalább három külföldi játékossal. Ami a jövőt illeti, ez ugye van 5 játékos plusz 3 paksi fiatal, akikkel tervezünk a folytatást, aki a meghatározó játékos, ez a Kovács Ákos, Lorán Peti, Eilingsfeld Jani, bízunk benne, hogy rendben lesz Kis Raúl, meg Valerio Bodon Vincent, nekik van szerződésük, illetve 3 paksi fiatal, Szalai Milán, Pajor Dávid, meg Kalmár Viktor, ez összesen 8. Az idén a férfiaknál a női csapatokhoz hasonlóan kötelező lesz egy 23 év alatti játékos szerepeltetése az első félidőben. A felsorolt 3 fiatal közül kerülhet ki az egyik, ám megeshet, hogy egy hazai fiatal kiemelkedő tehetséget éppen emiatt szerződtethet az ASE. Ezzel 2 legyet is ütve egy csapásra. Így is szerintem elég erős a magyar magunk, de hogyha meg erősebb lehetne, például ilyen szempontból is, hogy U23-os játékos, illetve aki beletartozik ebbe a kategóriába, akár már meghatározó embernek mondható, az például nagy előny lenne, de konkrétumokat jelenleg nem tudok mondani, mert szerintem sok csapatnál is most zárnak a szezon, most ugye voltak tárgyalások, szerződésbontások. Nekem legjobban tetszene, hogy valaki, aki U23 szabályba tartozik, és már azonnal bevethető, nem csak a szabály miatt, hanem teljesítménye alapján is, de ugye ez nem egyszerű, mert nem nincsenek sokan. Mondom, is lehet, akár egy meghatározó magyar, akár egy fiatal, aki fog tudni segíteni nem csak az a szabály miatt, hanem alapteljesítménye miatt is. A légiósok megtartása, illetve újak szerződtetése április tájékán minden klubnál egy több ismeretlenes egyenlet. Pláne most. Az ASE-nél a teljesítő, emberi tulajdonságaival is pozitív képet nyújtó 3 légióst, amiről Pavlik beszélt, mindenképpen szeretnék a soraikba tudni a következő szezonban. Evans, Nick Faust, Omar Calhoun, akit ugye látunk csak 2 meccsen, de ő is nagyon-nagyon jó embernek tűnt, jó játékosnak tűnt, vele egy ilyen nyugodtabb volt a játék, ez látszott 2 meccsen, amikor játszott ugye Omar is velünk, de mondom, ez sok tényezőtől függ, hogy sikerül, ők akarnak visszajönni. Mi nyilván, mondom, ez a, hogy maradt együtt a csapat nagy része, ez nagy előny jelentene szerintem jövőre is. Ami a légiós igazolásokhoz szükséges forrásokat illeti, az atomerőmű esélynek 1-2 csatornás financiális háttere miatt nincs talán annyi aggódni valója, mint más élvonalbeli kluboknak, főleg a koronavírus gazdasági hatásai miatt. A félbeszakadt szezon miatt már fizetéscsökkentéseket is végrehajtottak, miután több pénzt tudnak elméletileg fordítani kulcsembereik megtartására, illetve új játékosok leigazolására. Mint kiderült, újabb minőségi igazolásnál inkább egy magyart látnának szívesen a csapatban, mint egy újabb külföldi légióst. Ez is lehet, hogy ha sikerülne egy meghatározó magyart hozni, akkor kevesebb légióssal kezdjük. Sok kérdés van meg benne, de mondom, jelenleg szerintem nagyon jól állunk. Más csapatoknál nem tudom, hogy milyen stádiumban van ez a jövő évi csapatépítés, de szerintem nálunk jelen pillanatban abszolút rendben van minden.